Köszöntelek benneteket! Juhász Tibor vagyok, és a Fehér Lófia iskola 20 éves jubileuma alkalmából beszélgetünk az iskola alapításában résztvevő szülőkkel és tanárokkal. Most viszont szeretném, hogyha mesélnétek egy közelmúltból szép vagy nagyon felemelő pillanatot, amit átéltetek itt az intézményben. Ha megengeditek, én kezdeném a saját élménnyel. Hát az a megtiszteltetésért, hogy én reggel a gimnáziummal botmerezhetek, hát talán már szeptember óta, és nagyon jó megélni számomra azt, hogy az első percek még elég nehezen telnek a gimnazisták részéről. Vagy Orsi is mondta valamelyik nap, vagy írta e-mailben, hogy milyen jó látni őket, ahogy leküzdik önmagukat, és a 15 perc végére egyszerre mozog mindenki, és betöltjük az egész teret, ahol mozgunk. Kapcsolódnék a te szép megélésedhez. Én a magyar érettségben mosolyogtam el az érvelésen, ugyanis idén az volt az érveléses feladat, hogy a bringázza suliba a kampány mellett érveljél, illetve hozzál ellenérveket, és mindenképpen személyes példát is említs ebben a feladatban. És hát a diákjaink mi mást hoztak volna fel a személyes példaként, mint a reggeli botmert, és azt ecsetelték hosszasan, hogy a friss levegő mennyire jót tesz nekik a napindításkor, és hogy mennyivel másabb állapotban tudnak így nekiesni a napnak. De egyébként nagyon érdekes, tehát így hallva a kérdésedet, nagyon nehéz kiemelni egy dolgot, mert hogy egy élményt, mert hogy azt élem meg, hogy ha nem is 10 percenként, de fél óránként kb. Egy ilyen új élmény ér, amit ide lehetne hoznom. Annyira sokat kapunk tényleg a diákjainktól. De talán a múlt heti erdélyi útunkat szeretném kiemelni. Ugyanis 12. osztályosainkkal elzalándokoltunk a csíksomlyói búcsúba, és aztán egy körút során a Sepsiszentgyörgyön találkoztunk egy ottani gimnáziumnak, a Mikes Kelemen elméleti líceumnak a diákjaival, illetve velük együtt kimentünk Kisfalvakba gyűjteni, néprajzi gyűjtést végezni, ami azt jelentette, hogy kimentek házakhoz, bekopogtak kapukon, vagy bementek a boltba, és kerestek olyan elsősorban idősebb embereket, akik meséltek nekik az életükről. És hát éppen ennek a projektnek a bemutatója tegnap volt, és hát látni azt, hogy ezek a 18-19 éves fiatalok micsoda átéléssel és mennyire átszellemülten mesélnek arról, hogy egy 90 éves néni világháborús népdalokat énekelt nekik csengő hangon, vagy hogy akár egy másodikas kisdiák végigvitte őket a falun, és mindent megmutatott, hogy behívták őket a házba, és közölték, hogy ti most otthon vagytok, és eléjük rakták a 3-4 féle süteményt, és a különböző szörpöket, és vagy hogy a helyi juhász megszervezte azt, hogy utánfutóval felhúzott egy 8 fős csapatot az Esztanához a hegyre, és megmutatták, hogy hogyan történik a birkák fejése, illetve ott is rögtönöztek egy friss, sajtos, jutúrós, friss zöldséges reggeli 10 órait a fiataloknak. Mindez teljesen önzetlenül és ellenszolgáltatás nélkül. És még mondhatnék további példákat, hogy tényleg mekkora vendégszeretettel fogadtak minket ott Erdélyben. És hát ez minden évben megtörténik, általában a 11. osztályunkkal.
Hát ugye az évnek ebben az időszakában vannak a dráma előadások, és hát az mindig egy ünnepi pillanat, nagyon felemelő érzés látni az osztályokat, és nagyon hálás betekinteni egy-egy csapat életébe, és az osztálytanító munkáját így látni, hogy micsoda fantasztikus dolgok születnek itt az év megkoronázásaként. De egy reggeli egymásra tekintés, köszönés is nagyon-nagyon fontos a napban, ahogy most volt szerencsém megtapasztalni, hogy milyen hamar kialakulnak a kötelékek, hogy márciusban léptem be a tanulószobába, vagy akkor vettem át ezt a feladatot, és hogy nagyon-nagyon hamar kapcsolódtunk össze a gyerekekkel, és hogy nagy öröm az életük része lenne, amikor hozzák az emlékkönyvüket, az ötödikesek, hogy rajzoljak bele, amikor már nem kell kérni, maguktól is megteszik azt, amit tudják, hogy fontos, hogy hagyjuk ott a termet. Tehát, hogy ezek a mindennapi apróságok is nagyon nagy örömöt és boldogságot okoznak. És tényleg ez, hogy részei vagyunk egymás életének, és látjuk az örömöket, bánatokat. Úgyhogy enélkül én nem is tudom elképzelni az életemet, hogy ez nincs. Vagy hát már tapasztaltam, hogy milyen üres volt, amikor nem volt. Igen. Nekem is elsőre a tegnapi hetedik osztályos drámaadás jutott, ami egyszerűen nem nagyon fejezhető ki szavakban. Hogy minden gyerek felépíthette a saját karakterét, és ugyanúgy azt is, hogy miben fog fellépni, és hogy ahogy ezt így összerakták, és ott benne áramoltak az egész darabba, az valami szenzációs volt. Nagyon-nagyon nagy élmény volt. Lehet, hogy ti is olvastátok, a Bazár listán nemrég jelent meg, hogy valaki nem mézet, hanem segítsetek, mi az alkoholban oldott? Propoliszt keresett, igen. És akkor jöttek ilyen különféle források szülőktől. Eljutottam egy Szengáli bácsihoz, és egyszer csak kiukadtunk, amikor meghallott, hogy Waldorf iskolában dolgozom, akkor ő mondta, hogy igen, hát az ő füredi szomszédjai, hát ott az a Waldorf kislány, ő nem tudja, hogy mit csinálunk mi itt, de hogy ő ilyen gyerekkel, de még felnőttel se találkozott. Tehát az a, szinte láttam magam előtt a 80 éves bácsinak a csillogó szemeit, ahogy így mondta, hogy tehát ez a nyitottság, ez a bölcsesség, ami abból a kislányból jön, hogy én hogy szeretek azzal a kislánnyal beszélgetni, és nem tudom hányszor elmondta, hogy nagyon gratulálok maguknak, hogy csinálják tovább, és hogy ez egy csoda. Tehát, hogy ezek tényleg csodák. Ebben a tanévben abban a szerencsében volt részünk, hogy 4-11-es tanulónk is Erasmus ösztöndíjjal külföldi Waldorf iskolában tölthetett néhány hónapot. Ez már önmagában nagy öröm, de azt látni, hogy most éppen a Németországban tanulóknak pünkösdi szünet volt, és hogy hazautaztak, és az első útjuk az iskolába vezetett, és minden napot itt töltöttek, hogy találkozhassanak a osztálytársaikkal és a tanáraikkal, és tényleg csillogó szemekkel számoltak be az élményeikről, tapasztalataikról, amivel tényleg azt éreztem, hogy nem csak ők gazdagodnak, hanem minket is gazdagítanak, és az egész közösséget. Ez nekem most nagyon nagy élmény volt. És erőt ad a következő évi Erasmus szervezéshez. Én is még mesélnék a dráma előadásról, és nekem most a negyedikes volt egy ilyen nagyon különleges élmény, ami talán három szinten is megérintett, hogy egyrészt én is voltam valamikor negyedikes osztálytanító, és ezt a témát feldolgoztam az én kis osztályommal annak idején. És akkor látni a kollégáim munkáját, ami tényleg fantasztikus, és látni a gyerekeket, és köztük az én gyermekemet is. Én bevallom, hogy én a második perctől fogva végig sírtam az előadást.
És hogy ezek tényleg ilyen csúcspontok és koronák az évben, ezért nagyon hálás vagyok. Azt sajnálom, hogy nincs hozzá egy akkora terünk, hogy az egész iskolát meg tudnánk hívni egy ilyen előadásra, mert nem férünk be. Tehát az adott osztály szülői közössége, és még néhány vendég fér be, de ugye az lenne igazából az ideális, hogyha mindenki láthatná, a szülők és az összes osztály ezeket az előadásokat. Úgyhogy remélem, hogy nem sokára lesz olyan színházterünk, vagy egy akkora közösségi tér, ahol méltó helyet kaphatnak ezek az előadások. Matematika tanárként az én legnagyobb élményem a projektívi geometria epoához köthetők, ami egy nagyon különleges területe a matematikának, hiszen a végtelen kicsi és a végtelen nagy között ingadozunk, és a pont és a periféria között keressük a kapcsolatokat. És ez nagyon sokféle szempontban nagyon különböző reakciókat válthat ki a diákokban, megdöbbenéstől, az elutasítástól kezdve, aztán egyfajta elfogadásig, vagy aha élményig. És nyilván azért van ez benne a matematika oktatásában, a Waldorf pedagógiának, mert ez az a terület, amely a szellemiséghez nagyon-nagyon közel álló terület. Ott tényleg már az érzéki világ kapuját feszegetjük, és tulajdonképpen a szellemi világ felé nyitunk. És amikor itt kérek egy eszét tőlük, egy írásos munkát többek között, és ott egyszerűen megjelennek ezek a gondolatok, amiket még lehet, hogy csak félig tudatosan, de mégis egyfajta nagy bölcsességgel tudnak leírni, hogy igen, bennük van. Bennük van, amire Waldorf pedagógia hivatott, hogy az a kaput nyitva hagyjuk, hogy létezik igenis a fizikai világon túl egy szellemi világ, és hogy majd ez a kapu nyitva áll, és ha felnőtt lesz, akkor szabadon eldöntheti, hogy mit kezd vele, és be akar rajta lépni. De hogy ezt táplálnunk kell, ezt a nyitott kaput, azt gondolom, abszolút kötelessége egy Waldorf iskolának. És amikor legkonkrét élményt mondjak, amikor most jön egy lányka a 11. osztályból, hogy ez most neki egy olyan élmény volt, hogy akkor felkér engem mentornak a 12 éves munkájához, és ugye még nem tudja, hogy mi a konkrét téma, de az antropozófiával akar foglalkozni. Elérkeztünk már ahhoz az időponthoz most a beszélgetésben, a jövőről beszéljünk egy kicsit. Szerintetek milyen lenne a világ, hogy az összes gyermek Waldorf iskolába járna? Jaj! Nem, hát én most azt látom, hogy itt nem is a Waldorf a fontos, hanem hogy legyenek olyan felnőttek, hogy vigyük tovább azokat az alapértékeket a világban, ami ugye 1000 éves értékek, és most nagyon fontos, hogy tovább ápoljuk őket. És meggyőződésem, hogy nagyon sok jó tanár és nagyon sok jó iskola van, vagy én ebbe hiszek. És hogy számomra ez sokkal fontosabb most már, mert most azzal találkozok, meg azt élem, hogy ki mit ért a Waldorf iskola alatt. És hogy inkább mostanság már ezt mondom magamnak, hogy törekedjek arra, hogy ezeket az alapértékeket próbáljam továbbadni és továbbvinni. Értem a kérdést, de a kérdést alapvetően elméletinek gondolom. De most a gyakorlat oldalról válaszolok rá. Hát, ha minden diák ma Waldorf iskolába járna, akkor nem lennének Waldorf iskolák a világon. Tehát amit Kata is mondott az előbb, tehát kiírhatjuk a falra, hogy Waldorf iskola, de attól még nem Waldorf. Tehát attól Waldorf, hogy akik benne tanítanak, hogy benne munkatársként dolgoznak, és nyilván nagyon jó, hogyha a szülői közösségből és minél többen azt a szellemiséget tudják élő módon ápolni és hordozni, és abból működnek. És látjuk, hogy ahogy gombamódra szaporodtak a Waldorf intézmények a világban, és akár Magyarországon, a minőség nem tudta követni a mennyiséget. És hát amit és a jövő, a Waldorf iskolák jövője tényleg ezen fog múlni, hogy ezt a minőséget hogy tudják kicsit jobban visszahozni, meg megtartani egyáltalán.
Mert látszik, hogy az antropozófia kopik ki a Waldorf iskolákból világviszonylatban, sőt nyugaton talán még jobban, mint itt még középkeleten. És akkor ebből nem az lesz, amit annak idején Rudolf Steiner elgondolt. Tehát nem gondolja, a mennyiség menti meg a világot, a minőség fogja megmenteni. Nyilván nagyon ideális lenne minden kisgyermek, olyan Waldorf iskolába járhatna, ez a minőség biztosított, de ez azt gondolom, hogy ez ilyen értelemben nem egy reális elképzelés a mai világban. Azt gondolom, hogy egy Waldorf iskolában a jobb esetben a gyerekek egy olyan közegbe kerülnek, ahol valódi figyelem van rajtuk, és a dolgokat a saját ritmusuk szerint tehetik meg, a saját életkori sajátosságaiknak megfelelően. Átélhetik a közösség élményt, átélhetik azt, hogy nem csak a fejüket tömik tele tanulnivalóval, hanem fejlesztik a kézügyességüket, erősítik a szíveleiket, és ha egy ilyen közösségbe, egy ilyen iskolából kikerül a diák, kikerülne sok-sok diák, minden diák ilyen iskolából kerülne ki, akkor azt gondolom, hogy az emberek sokkal jobban figyelnének egymásra, mert hogyha gyermekként megkapja az ember azt, hogy odafigyelnek rá, és segítik az útján, akkor az nem történhet másként, mint hogy ő is visszaforgatja, amikor felnőtt lesz. Úgyhogy én hiszem abban, hogy ezért lehet tenni. Lehet, hogy naív hozzáállás, de nem adom fel is. A saját magam szintjén teszek érte. És tudok kapcsolódni abban a Katához, hogy igen, nem feltétlenül Waldorf iskolában kell ennek megtörténnie, viszont az tény, hogy mi nálunk azért erős törekvés van arra, hogy ez így történjen, és talán a keretek is egy kicsikét, a lehetőség is egy kicsikét jobban adottak hozzá. Meg szerintem nem mindenkinek való Waldorf iskola, nem minden diáknak. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy mi ez a közeg, milyen családból jön, mert azért mi itt másképp gondolkodunk a természetről és a világról, és minél magasabb osztályfokon van a diák, ez annál több antropozófia van ebben. És hogy az fontos, hogy találkozzon a családok világnézetével, vagy világfelfogásával, mert az a legnehezebb, amikor a kettő egymás ellen hat. Akkor ott nagyon nehéz helyzetben van a tanuló, hogyha két felé kell megfelelni. Úgyhogy határozottan úgy gondolom, hogy nem mindenkinek jó vagy való a Waldorf iskola. Milyen jövőképetek van most a szintézőnnyel kapcsolatban? És milyen kívánságot fogalmaznátok meg az iskola jövőjét illetően? Ha röviden erről beszélnétek. Akkor most az előző válaszommal ellentétben elragaszkodom a valóságtól. De ezzel együtt ez egy olyan ide, ami nem gondolom, hogy megvalósíthatatlan. Tehát továbbra is abból tudok kiindulni, hogy kell egy nagyon mély alapos szellemi munka, szellemi pedagógiai munka, amely újra alapítja ezt az intézményt. Magát a pedagógiát, hogy mit adunk a gyerekeinknek, mire van tényleg szükségük 1-től 12-ig, azt is újra gondolja. Ez alapján akár egy új tantervet gondol végig. Ugye sokszor mondjuk, hogy nem arra azt kell adni a diákoknak, amire vágynak, hanem amire szükségük van. Persze, hogy ki tudja ezt jól megítélni, hogy mire van szükségük, az lehet egy kérdés, de hát ezért vagyunk tanárok, hogy ebben kérjük a bizalmát a szülőknek.
ideális lenne, hogyha tanárként körülbelül 14-15 óra kötelező óraszámba kellene, hogy tanítanánk, és a fennmaradó erőforrásainkat egy valódi mentorálásra, hospitálásra, egy más pedagógiai megsegítésére, a diákokkal való érdemi munkára, gondolok itt éves munkák kísérésére tudnánk szánni. Ennek nyilván anyagi feltételei vannak, mert ez azt is jelenti, hogy több, akár több pedagógusra lenne szükség. Ami nyilván megint kihívás, hogy mikor és hol tudunk olyan pedagógusokat találni, akik nem csak emberileg tényleg makulátlanok és nagyon jó emberek, de a szellemiséggel is tudnak igazán rokon szenvezve, és szeretnének ebben elmélyülni. Ez is egy kihívás. És hogy akkor ehhez megteremtődnek azok az anyagi feltételek valóban, ahol helyszüke nélkül tudunk együtt dolgozni, és valóban nagyon ideális lenne hosszabb távon, nem egy ilyen patchwork iskola lennénk. És persze tök jó, hogy akkor a mozgásórák egy részét meg tudjuk oldani, hogy megyünk egyik épületből a másikba. De így valóban az van, hogy van olyan tanártársam, akivel hetente legfeljebb egyszer találkozom, és bárhogy elhatároztam, hogy hetente egyszer elsétálok jobbra is, meg balra is. Ezt még soha nem valósítottam meg. Tehát tényleg nagyon jó lenne, hogyha egy hosszú távon, egy épületben, egy közösségként fizikailag is tudnánk létezni. És hát persze voltak nagyon nagy vágyaink, meg idáink, ami lehet, hogy 50 év múlva, nem tudom, de azt ne engedjük el. Az egyik volt egy szakiskola irány, a biodinamikus mezőgazdálkodás volt az ászlóra tűzve, mint idea. A környékünkön ugye azért elég erős, és vannak hagyományi gyökerei, hiszen látjuk, hogy van nagyon sok olyan tehetséges fiatal, aki lehet, hogy nem intellektuálisan annyira tehetséges, de kétkezi munkájával, akarati oldalról viszont nagyon nagy potenciál van benne, és ez ő számukra jelenleg nem léteznek Waldorf iskolák. A világban is csak nagyon kevés, de Magyarország egyáltalán nem. Illetve hát egy másik ilyen irány volt, hogy integráló iskola vagyunk, vagy inkluzív iskola vagyunk, de hogy szintén ott is van egy ilyen hiány, ahol már olyan nehézségi fokú diákokat szintén nem tudnak elhelyezni a világban a szülők, ahol már egy integráló iskola nem tudja befogadni őket, mert olyan komoly nehézségek vannak, és Waldorf szerintem ilyen iskolák sem léteznek. Bocsánat, de most már létezik egy Magyarországon is. Van egy ilyen intézmény, elnézést, javítanom kell. De hogy itt is volt egy ilyen idea, ezt én még úgy ápolgatnám a jövőnek, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Hát, hogy legyünk elég bátrak kilépni a megszokott biztonságos utakról, és hogy vállaljuk azt, amit érzékelünk és érzünk nap mint nap a gyerekeken, egymáson, hogy mire is lenne szükség. Nem a mának, hanem a holnapnak, és hogy egy kicsit így az eljövendőt érzékelve bátran haladjunk, és vállaljuk az új utakat. Mert hogy ez itt van, és hogy a jelen ezt is kéri tőlünk. És hogy találjunk ebben, vagy igen, megfelelő társakat, tehát hogy legyünk ebben együtt éberek és bátrak. Visszautalnék Zoli mondatára, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség fogja megmenteni a Waldorf iskolákat. Úgyhogy ehhez kapcsolódóan azt kívánom az iskolának, hogy sikerüljön egy olyan minőséget hordoznia és felépíteni, megtartania, ami megteremti a bizalmat, megteremti az összetartozást, az anyagi támogatást, a jó hírnevet ennek az iskolának, vagy megteremti, illetve fenntartja, és kívánom, hogy nagyon sok család és nagyon sok diák jöjjön később is vissza még ide támogatni, segíteni azt a törekvést, amit ti képviseltek.
Gyulához kapcsolódva, én azt kívánom magunknak, hogy a diákjaink hozzák majd a saját gyerekeiket is, aztán a gyerekeik hozzák majd a saját unokáikat is, és ehhez a hosszú élethez, már iskolai élethez pedig azt kívánom az iskolának, hogy, mindig tudjon újra megújulni, és, újabb impulzusokat kapni a tovább lépéshez. Hát nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltatok. Én szép napot kívánok, egy szép jövőt. Szép jövőt. Szép jövőt. Magunknak. Igen, magunknak. Szép jövőt magunknak. És szép záró. És mindenkinek. És mindenkinek.